A minap böngészte az újságokat, és tényleg azt hittem eldobom az agyamat. Van egy vállalat Magyarországon, megnevezem miért nem, úgy hívják, hogy Opel Szent Gotthard. Most kérem tisztelettel, ez a cég a 2019-es tevékenysége után, most figyeljünk, 100 milliárd forintnyi osztalékot vett ki a cégből, 100 milliárd forintnyi osztalékot utalt ki a külföldi tulajdonosainak. Megnéztem, hányan dolgoznak ennél a cégnél. Ezren, ami azt jelenti, hogy dolgozónként 100 millió forint nettó profit utáni osztalékot tettek el ezek, ennek a cégnek tulajdonképpen az egy darab tulajdonosa, a németországi Opel Corsen. Úgy kérdezem tisztelettel, van nekünk fogalmunk arról, hogy milyen szinten van Magyarországon ez a kizsákmányolás? 100 millió forint per dolgozó. Ennyi volt az osztalék, a nettó pénze a tulajdonosnak. Na, hát ezért van kizsákmányolva, vagy így van kizsákmányolva a magyar ember.